Szeretettel köszöntök mindenkit, hölgyeim és uraim, illetve kedves gyerekek, akik ismét a Benne leszek a tévében című televízió műsort nézik. A második részben vagyunk, vélelmetes, vérborzalmas produkció következik. Az első részben ugye persze könnyedségek voltak, kacsintós, éneklős, Michael Jacksonos, de most jön ami igazi, Pali, aki egy késes, öngyilkos produkciót fog bemutatni. Azt azért feltétlenül szeretném elmondani, hogy ő innen érkezett, igen. És hát én elmegyek odébb, hát ha fröccsög a vér, fogadják szeretettel a Kálai Pál. Mehet. Még egyszer. Még egy. Köszönöm szépen a figyelmet. Engem illet a szó, azért állítottam, még egy baleset történik, de már ahogy bejöttél nekem ez a Belgiumban élő magyar daraboló művész Pándi nevű. Az elmeháborodott. Teljesen úgy nézel ki, az alter ego, és... De nem teljesen, ahol emlékeztet a Pali. Majd néztem, hogy esetleg magadba vágott Frankó. Uram, ez annyira félelmetes volt, én azt hittem, hogy elkérem az előző föllépőtől a pelenkát. Ez a régi nagy mondás, hogy addig jár a korsó a kút, amíg meg nem dugják a vízfordulányt. Laci! És féltem tőle, hogy ez igen. Menjünk egy kicsit közelebb. Következő van szó, én Pállal beszélgettem arról, hogy tulajdonképpen ez egy olyan, azt hiszitek, hogy ez könnyű, de hogy ez szinte ő maga sem érti, hogy hogyan nem szúrja meg. Tehát valószínűleg ez egy hetedik érzék, úgy nem azt mondtad neked. Igen, azt mondtad. Én nincs arról is szó, hogy mondjuk ezek életlenkések, vagy azon a vastag hájon úgyse hatol át a penge. Jaj, arról van szó, hogy tudom, érzem, hogy mikor kell megállítani a kést. Ezt is tudom, szoktam gyakorolni, marhául meggyorsítom. Na. De várjál, én elmegyek akkor odébb, jó, ha nem haragszol. Nagyon gyorsan fogom azt csinálni. Nagyon gyorsan. A szemed, ez nagyon hatásos a szemed. Jó, köszönjük szépen. Akkor, jó, ne. Köszönjük szépen. Javaslom, hogy gyakorold még, de nagyon keveset. Egy nagy tapsot Pálnak, és az ő bátor produkciójának. Valóban félelmetes volt, megijedtünk. Mindenkit kérünk, hogy otthon ne próbálja ki. Kálai Pál! Köszönöm szépen! Köszönöm. És Charles Pierce jön. Crazy! Ha ha! Oh yeah! Ha ha! Oh yeah! Ezt nem hiszem el. Király voltál, szerintem. Ez az erotikától fűtött hang, ez a szexi mozgás. És ezek a popok. Én is már alakul, mert nekem nincsen ilyen vastag fekete szőrcsik a hasamon, de... Ha vágom. De ettől csak szexibb lesz. Köszönöm szépen. Jó van, köszönjük szépen. Nagy tapsot, Charles Kingsman. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az a gáz, hogy nem is elkegyettem Britney Spears voltál. Rendben van. Nos, a következő fellépőkkel javaslom a zsűrinek, hogy nagyon óvatosan, tehát életvédelmi okokból szeretném mondani. Kedves Béla! Na most, kedves Béla, hát ugye tényleg egy viszonylag szokatlan dolog ez, hogy az ember így a kacsintás segítségével világsikerre tegyen szert, hiszen hát ennek a kapujában állunk most itt legalábbis valamelyikünk. Hát szeretném, hogyha megmutatná ezt nekünk, tulajdonképpen, hogy lássuk egyszer, hogy Isten igazából, amikor bele... Lenne!
Hello. Sajnos kérem, hogy jöjjön ki most már a versenyszámból. Én mindent szeretnék menni és megmutatni, nekem egy sokkal jobb produkcióm van, de persze én helyzeti erőmben vagyok, erősen kancsal vagyok. Ha lecsukom a jobb szememet, akkor a bal középre ugrik. Mutatom. Nagy tapsot Bélának, aki egy leg. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Ez sokkal jobb. A nézőktől azt szeretném kérni, főleg akik otthon vannak és még bizonytalanok, tehát feszíti őket a vágy, hogy vajon mivel, hogy az ilyen típusú leg, idézőjelben leg tudásokat, tehát ha valaki esetleg talán nem is olyan hasznosnak tűnő tudással rendelkezik, akkor itt bebizonyíthatja, hogy igenis hasznos, mert tapsot és sikert lehet belőle kicsikarni, sőt szavazatot, sőt nyereményt, sőt sztárgázsit, ami itt van-e még nálam. Hölgyeim és uraim!